Áldás békesség, mielőtt igét olvasunk, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. édes édesatyánk, nagyon köszönjük neked ma is azt a megnyugvást, amit az éjszakában adtál nekünk. Olyan jó, hogy amikor új napot kezdhetünk, akkor új lapot is kezdhetünk. Arra kérünk, hogy most te írj erre az új lapra tőled való üzenetet, küldetést és bátorítást. Az Úr Jézusért kérünk erre. Amen. Isten igéjét a János Evangélima 12. fejezetéből, a 32. versből olvasom, ahol a következőképpen szól Isten igéje. Én pedig, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Amikor a Kisgyermekek a homokozóban játszanak, egymást le akarják győzni. Fölébe akarnak kerekedni a másiknak. Amikor a tinédzserek az erejüket fitoktatják, vagy az izmaikat mutogatják, akkor is ez a cél, a másik fölé, fölébe emelkedni. Amikor szellemi kulturális vitákba tekintünk bele, ott az ideológiai vagy az ész érvekkel akarják a másikat legyőzni. Honnét van az emberben ez a minden áron felül emelkedni akarás? Vajon nem az édenben kezdődött ez? Amikor elhitte az ördög hazugságát, olyanok lesztek, mint az Isten. Vajon nem attól a pillanattól határozza meg az embert, amióta ismer, istenkedni akart. Nagyon megrázó a mai ige szakaszunk, mert Jézus az ő fölemelkedéséről, illetve fölemeltetéséről tanít. <kül> Amikor ezt teszi, akkor egyértelműen az ő kereszt haláláról szól, ezt írja a 33. vers. Jézus előre látva az ő küldetésének ezt a podját, Amire eljutott, ezt az órát, amihez eljutott, megrendül. Egy porcikája sem kívánja az átokfát, annak súlyát, az azzal járó szenvedést, de a lelki szenvedést sem, a megaláztatást, a köpéseket, a gúnyt. Mégis azt mondja, atyám, azért jöttem erre a világra, hogy ezzel is a te nevedet tegyem nagyjá. Ezt erősíti a mennyből jövő üzenet is, amikor Isten megszólal és elmondja, hogy meg fogom dicsőíteni Jézust. Felemeli őt. Felemelte. Először a keresztre, hogy mindenki lássa az áldozatot, bemutatta, megtette majd felemeli őt úgy, hogy föltámasztja mindenki megrökönyödésére. Később pedig a mennybe emeli. Jézus felemeltetett és vonz minket. Vonz az ő közelségébe, vonz arra, hogy az ő nevéről örömmel vallást tegyünk, vonz az ő nevéért való szenvedés felvállalására, majd a dicsőséges trónja mellé a mennybe, ahol helyet készített nekünk. Te kinek vagy minek a vonzásában éled az életedet? A világi kívánságok elfelé vonzanak tőle minket, de ő az örökkévalóság szempontjait szem előtt tartva önmagához vonz engedsz az ő vonzásának? Ha igen, ezzel az atya nevére hozol dicsőséget, s ráadásul ez emelni fogja az életedet. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.